A Szadai Kiskertulajdonosok Szőlészeti és Borászati Egyesülete február 22-én tartotta meg hagyományos borbálját a Szadai Faluházban. Az immáron 17. táncos mulatsággal és borversennyel egybekötött rendezvényen a vendégeket Kubatov János, az est házigazdája, majd Pintér Lajos, Szada polgármestere köszöntötte. A bál kezdetén a 10 éves Szadai Cibere Néptánc Együttes tartott színvonalas bemutatót Antal Édua és Horváth Viktor vezetésével. Műsorukat somogyi táncokból állították össze. Az est hangulatát, ahogy a korábbi években is, Váradi Gábor és zenekar alapozta meg, miközben egy ízletes vacsorát is elfogyaszthattak a vendégek. A bál fő eseménye ezúttal is a borverseny eredményhirdetése volt. A díjak átadása előtt Scherzinger Mária, a verseny egyik borbírája osztotta meg gondolatait a rendezvényről. Én ebben az eseményben azt emelném még ki, hogy nagyon-nagyon nagyszerűnek tartom azt, hogy a borászok így összetartanak. Nagyszerűnek tartom azt, hogy Felvidékről, határon túlról is jöttek borászok, és hogy Verőce, Gödöllő, Vácszentlászló és természetesen Szada borászai méretnek össze. Mert ez egy határokat átívelő, egymás segítő bor és életkultúrának vagyunk most itt a szemtanúi. És ez egy fontos momentum megemlíteni, hogy nem csak a borról szól, hanem rólunk borászokról és a bort kedvelő barátokról. A versenyre idén 67 különböző bort neveztek a borászok. Az eddigi fehér és vörös bor kategóriákon kívül 2020-ban először vörös óborral is indulhattak a versenyen, és néhány rozébor is érkezett a megmérettetésre. A díjakat Paulovics Zsuzsa, a Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti és Borászati Egyesületének tagja osztotta ki. Fehér bor kategóriában 7 bronz, 7 ezüst, 3 arany és 2 nagy arany díjat osztottak ki. A népszerű vörös bor kategóriában 6 bronz, 4 ezüst, 5 arany és 4 nagy arany elismerést vehettek át a borversenyre nevezők. Az idén új vörös óbor kategóriában 3 bronz, 3 ezüst, 3 arany és 5 nagy arany díjban részesültek a borászok. A rozéborokkal nevezők közt 1 bronz és 2 arany minősítést adtak át. A kategóriák legjobbjait serleggel jutalmazták, minden további versenyző emléklapot kapott. A Szadai Vándor serlegünket szeretnénk átadni a legtöbb pontszámot elérő versenyzőnknek. Nagy megtiszteltetés, hogy a nevét mondhatom. Rimitin István! Gratulálom! A borversenynek és a bálnak nem csak szadai résztvevői voltak. Érkeztek vendégek Verőcéről, a felvidéki Farnadról, Kosdról, Veresegyházról, Gödöllőről, Vácszentlászlóról, Újpalotáról és Mogyoródról is. Bár minden évben megjelennek új vendégek a rendezvényen, többnyire összeszokott társaság találkozik a szadai borbálon, illetve visszavárják a szadaiakat a többi település borászati összejövetelein. Nekünk majdnem testvéri kapcsolatunk van velük. Minden évben többször találkozunk, többször, ezt mondhatom többször. Legutóbb Kosdon voltunk borversenyen, múlt héten, nagyon két hete, szombaton.
megyünk Verőcére húsvét után való hétvégén, nyáron megyünk Farnadra, ez már mind lebeszélt dolgok, és ez előre megtervezett dolgok. A bál szervezésében már nagy gyakorlata van az egyesületnek, bár mindig vannak nehézségek, de segítők és támogatók is. Ezt a borbálunkat éppen most történik, ez már novemberben elkezdtük szervezni, novemberben. Kis körülményes dolog volt, de megoldottunk. Volt csomó segítségük, a Szadai Nagyközség önkormányzatának a képviselőtestülete sokat segített, faluház vezetője is segített. Az előtte már egy hónapon megjelent a újságban, hirdetésben, plakátokon, hogy borversenyt próbálunk csinálni, szeretnénk csinálni, és meghirdettük azt is, hogy milyen kategóriában. Megpróbáljuk bevonni a szadai embereket is ebbe az egész közösségbe, hogy ők is lássanak, halljanak egy-két dolgot, mert nem biztos, hogy tudják, hogy ilyen is van. Scherzinger Máriát a Szőlészeti és Borászati Egyesület kérte fel, hogy legyen a verseny egyik borbírája. Bár ő maga nem borász, de rendszeresen kérik fel hasonló feladatokra az ország különböző pontjain. Először is volt egy határidő, hogy le kellett adni a borokat. És ezen a héten, kedden este jöttünk össze, és körülbelül 2,5-3 óra alatt 67 bort kóstoltunk meg. És a sorrend az a fehér borokkal kezdtünk, utána a rozé, utána a küvék, és utána a vörösborok, és a legvégére az óborok kerültek. Hát a fogyasztói oldalról közelítettem meg. A legegyszerűbb szempont az, hogy oda tenném-e az asztalra, ahova a barátaimat meghívom. És hogyha oda tenném, akkor az már biztos, hogy ezüst fölötti kategória. Ha fröccsnek tenném oda, akkor ezüst bronz, ha pedig nem, akkor azok az oklevél kategóriák. Scherzinger Mária véleménye szerint az idei újdonságnak, az óvörösbor kategória bevezetésének köszönhetően nagyon sok rendkívül szép bort kóstolhattak meg. Hasonlóan örülne, ha jövőre a fehér óborokkal is indulhatnának a résztvevők. Nagyon sok volt az olyan fehér bor, ami most itt bronzérmet kapott, meg ezüstérmet, de méltatlanul, mert tudjuk, mert éreztük benne azt, hogy jövőre arany minősítést is kaphatott volna. Mit lehet elmondani a vörös borokról? Csodálatosak voltak. Nem is tudom, hogy lehetséges az, hogy a tavalyi év, mire nagyon sokan panaszkodtak a borászok körében, ennek ellenére nagyon sok szép vörösbor született, olyan házasítások is, és a küvék kategóriában, ami meglepett engem. Természetesen nem ismerek minden bort abból a széles skálából, ami a világon van, és az itteni fajták közül is meglepetés jelentett számomra a Turán. Hát nagy élvezet volt kóstolni is, és abból ittam is, be kell vallanom. Éjfélkor tartották meg a bál elmaradhatatlan részét, a tombolahúzást. A nyereményeket a Szőlészeti és Borászati Egyesület tagjai, vállalkozások, valamint a fődíjat, egy két személyre szóló wellness hétvégét idén is Szada Nagyközség képviselőtestülete ajánlotta fel. Nagyon örültünk a részvételnek, hogy meghívta az önkormányzat képviselőtestület a Borászati Egyesület. Ez nagyon régi rendezvény itt Szadán, és az intézményi rendezvényeken kívül iskola, óvoda, bál, ez a borász bál az egyetlen, ami a településen megrendeződik. Nagyon jó látni, hogy bővül az egyesület sok fiatal taggal. Nagyon aktívak, részt vesznek a önkormányzati rendezvényeken, nagyon számítunk rájuk, és ők mindig el is jönnek, és ezt szeretnénk most meghálálni itt az önkormányzati képviselőtestülete. Saját erőből összedobta a tombola főnyereményét, és ezt ajánlottuk fel a Borászati Egyesületnek. Ezúton is bíztatok minden szadai civil szervezetet és egyesületet, hogy hasonló rendezvényekkel, mint ez a borászbál, jöjjenek ötletekkel, és mi a képviselőtestület ezeket támogatni fogjuk. Hogy ne csak egy évben három bál legyen, hanem legyen több is itt Szadán. A bál hangulata évről évre visszacsalogatja a résztvevőket. Marosné Korbert íme a Galgamácsáról érkezett férjével.
Már 5 éve rendszeresen ellátogatnak borász barátaikkal a Szadai Borbárra. Elsősorban jó hangulat, a zene és tényleg a borok minősége, ami ide vonz minket. A barátaink szadai lakosok, ők neveztek is borral, kaptak minősítést is a borukra, mi Galgamácsáról érkeztünk, és nagyon jól érezzük magunkat. Véleménye szerint hogy általában az embereknek van igénye arra, hogy báli körülmények közt szórakozni tudjanak? Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szükség van arra, hogy az emberek tudjanak kommunikálni, beszélgetni, családok összejöjjenek, gyerekeket is hozhatnak magukkal, nagyszülők, mindenki jól érezheti magát egy ilyen környezetben, igen. A Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti és Borászati Egyesületének 2020-as bája a korábbi évekhez hasonlóan hajnalig tartó táncmulatsággal zárul. Álom, álom, édes álom, álom majd ki. Álmodjuk, hogy egy más éleszünk majd mi. Angyalok, ha ránk lenéznek, suttogják, hogy lám a földön is van régi boldog. Álom, álom, édes álom, álom neki. Álmodjuk, hogy egymásé leszünk majd mi. Angyalok, ha ránk lenéznek, sok.